A KTH-Hof Bauer Monor csapatát fogadta a Széktúi stadionban. A mérkőzést jobban kezdte a Monor, bár az első próbálkozásnál még sikerült tisztázni, azonban a kipattanó Annus elé került, aki a hálóba gurította a labdát. A folytatásban sorra készítette elő a helyzeteket a Kecskemét, Károly, Vágó, Tóth Jakab és Lukács előtt is adódott lehetőség. A 21. percben már nem bírta a nyomást a vendégvédelem, egyenlített csapatunk. Tóth bedobását csúsztatta meg Kis, amit végül Lukács bólintott a kapuba. 8 perccel később Jakab tekert középre, Vágó pedig fejesből szerezte meg a vezetést. A folytatásban inkább a küzdelem dominált, majd a 39. percben már 3-1-re vezetette a KTH-Hof Bauer. Lukács került helyzetbe, aki kilőtte a jobb alsót. A hajrában még egy szabad rúgáshoz jutott 20 méterről a Monor, azonban Fábio fölé tekert. 3-1 maradt az állás a fél időig. A fordulást követően ismét a vendégek előtt adódott lehetőség, Mészáros a vonalról mentett. A folytatásban azonban a hazaiak domináltak. Ismét több lehetőség adódott a Kecskemét előtt. A 83. percben nagy helyzetet értékesíthettek volna a vendégek, haragos lövését azonban kitolta Mészáros. A 92. percben a KTH-Hof Bauer pedig a 4. gólját is megszerezte, Grünwald beadását fejelte a kapuba Tóth. Ezzel 4-1-re győzött a KTH-Hof Bauer. Ez egy jó csapat volt, tehát így egyénileg is, illetve a Karcsi nagyon jól összerakta ezt a brigádot, úgyhogy ezért is értékes ez a győzelem, illetve hát azért ők vezettek, tehát arról fordítottuk meg. Hála Isten a mérkőzés elején kaptuk a gólt, úgyhogy elég sok időnk volt ezt megfordítani. Az, hogy ilyen szépen sikerült, az meg a srácoknak a harcossága, meg a kedve, meg a szíve, tehát így jött össze. Vasárnap idegenben lép pályára a KTH-Hof Bauer, fél öttől az SMTK lesz az ellenfél.